A fogyatékkal élők helyzetére hívták fel a figyelmet csütörtök délelőtt az immáron negyedik alkalommal életre hívott Sérült Fiatalok megyei találkozóján Gyulán. A rendezvény legfőbb célja, hogy megmozgassák, összefogják a megyében élő szervezetek ellátottjait. A megjelenteket kulturális, rekreációs, illetve sportprogramok tárháza várta, úgy mint a kosárlabda, tollaslabda, gombfoci, asztali tenisz és a speciális, mozgáskorlátozottaknak kifejlesztett boccsa. Az idén már negyedik alkalommal rendezzük meg a sérült fogyatékosok találkozóját, amit szeretnénk továbbra is vinni. Sok új dolog is lesz sólyomröptetés, lesz arcfestés, nagyon sokan részt vesztek, és nagyon-nagyon lelkesen segítenek minket. A helyszínen felállítottak egy kerekesszékes akadálypályát is, ahol bárki kipróbálhatta, milyen nehézségekbe ütköznek a mozgássérültek a hétköznapi közlekedésük során. Ez igazából azért jó, mert kipróbálhatják az emberek, leginkább most gyerekek, de ha sikerül felnőtteket is megjárjunk a célnak, akkor ők is kipróbálhatják, hogy a kerekes-székes közlekedésnek egy kis szeletét, mert csináltunk egy kis kanyart bele, hogy látszódjon, hogy mennyire máshogy kanyarodik ezzel az ember. Nincs emberi egyenlőség, csak emberi különbözőség van. Görgényi Ernő polgármester Kosztolányi Dezső szavait idézte az eseményen, majd hozzátette: attól, hogy valaki más, attól még meg kell látni benne az értéket. Vannak, akik ezt nem látják, hanem esetleg tartanak, félnek a másságtól, vagy elutasítják. Viszont nagyon sokan vannak, és egyre többen, akik tudják értékelni a különbözőséget. Például a különféle akadályokkal rendelkező emberekkel kapcsolatban, fogyatékossággal élő embertársainkkal kapcsolatban, akik sok tekintetben mások, de ugyanúgy értékesek. És nagyon hálás vagyok mindazoknak, akik tesznek azért, politikusként vagy civilként, szakemberként, hogy ezeket az értékeket minél többen meg tudják ismerni, így meg tudják becsülni, el tudják fogadni és meg tudják szeretni. Az eseményen több program várta a megjelenteket. Aikido, valamint solymász bemutató, egidíti kutyás ügyességi műsor, illetve retro diszkó.